Sziasztok, köszöntök mindenkit! Mint mondtam már többször is, rengeteg ilyen megkerestek különböző kérésekkel, hogy miről szeretnétek hallani, miről beszéljek, meséljek, mondjam el a véleményemet. Többször elmondtam, még elmondom majd nagyon sokszor ezen kívül, csak azért, mert mindig újabb-újabb nézők, hallgatók érkeznek, és azért ezt a tiszteletet ők is megérdemlik, hogy ez nem önök kérték, ez az egyik. A másik, hogy nem így működik, hogy bedobok egy témát, valaki bedob egy témát, és azonnal reflektálok rá valamibe egy 8-10 percben. Ha nem érzem magamének azt a dolgot, akkor nem fogok róla beszélni. Úgyhogy nagyon-nagyon megválogatom általában. Vannak persze viccesebb videók, vannak komolyabbak, vannak, amit ugye magasabb színvonalnak tituláltok, van, amit egyszerűen ilyen nagyon-nagyon putrinak az aljának. Ez van, egyszer ilyen kedve van, egyszer olyan kedve. Mindenki azt nézi, amelyiket akarja. De kaptam pár ötletet, amit én is így átgondoltam, és onnan, amit tudok használni, és úgy gondolom, hogy tudok belőle olyan dolgot összerakni, amit talán sok embernek érdekes lehet. Az egyik ilyen az, hogy egy fiatal úr írt nekem, hogy nem megromlott a kapcsolat az édesapjával, és nem igazán tudná, hogy ezt hogy tudja rendbe tenni, és megtisztelt engem ezzel, hogy utána én adhatnék neki tanácsot. Hát most neki nem tudok, és nem is akarok tanácsot adni, mert ezt mindenkinek magának kell eldönteni, hogy rendezi a saját dolgot a szüleivel, viszont általánosságban azért elmondanék pár dolgot. Magammal kezdem megint, ugye én is voltam bármilyen furcsa fiatal, kamasz gyerek, és ugye a kamasz gyerekek igenis mindig is, minden időben, régen is, még régebben is, meg ma is hasonlóan működnek. Tehát én is azt hittem, hogy én szartam a világot, nálam jobban senki nem tud semmit, az idősek azok jobban befogják a pofájukat, mert már lejárt lemez mindegyik, és stb. Ezt folytatottam tovább. Tehát pontosan ugyanazt, amit ma is a fiatal hölgyek, urak éreznek, tudnak, stb. Viszont volt egy óriási nagy különbség, ugye akkor ugye kicsit más volt a háttér, más volt a társadalmi rendszer, másba szocializálódtunk, és jóval nagyobb szigor volt minden téren. És talán lehet, hogy most ez hülyén fog hangzani, vagy hihetetlenül, így gondolom, hogy mintha picit a fiatalok nem okosabbak, mert most is rengeteg okos van, meg rengeteg buta van, ezt nem lehet így lebontani, de talán a szigorúságnak köszönhetően az intelligenciájuk is máshogy fejlődött. Mondom, nem az ész mennyiségéről beszélek, hanem az intelligenciáról, tehát hogy mennyire tudnak átértékelni, értékelni bizonyos dolgokat. És mondom, maradok az én példám, talán így lesz a legjobban látható, ugye én azt gondoltam, ilyen 15-6-7-8, nem tudom hány évesen, hogy én marha okos gyerek vagyok, és mindent tudok a világról, és az én szüleim azok el vannak maradva mindenről. Persze mindezt úgy tettem meg, hogy otthon laktam, náluk, ők láttak el. Mondjuk hozzátartozik, hogy én ellentétben a mai fiatalokkal, én azért 14 éves koromtól, ha más nem, nyaranként azért dolgozgattam elég rendesen, és majd 18 éves koromban, mikor nem vettek fel egyetemre, akkorantól kezdve viszont dolgoznom kellett. Tehát azért én valamennyit letettem az asztalra, ellentétben most, amit látok rengeteg, itt tudom én 22-23-24 éves koráig tanuló, ami nem baj, mert semmi baj nincs ez, hogy addig tanul valaki fiatalig, de nulla teljesítménnyel egyelőre, észosztásban pedig plusz 100%-on pörögnek. Na, tehát visszatérve magamhoz, mindig kicsit elkalandozok, én is azt gondoltam, hogy majd én megváltom a világot otthon is, és mondtam azt, és mindig úgy gondolom, hogy a mai dolgokhoz, amiket látok, hallok a környezetembe, nagyon-nagyon lájtosan, tehát nagyon-nagyon tisztelettudóan, de mégis azért egy kicsit ilyen kioktatóan, okoskodóan beszéltem a szüleimmel. Na most nálunk azért édesanyám volt a karakánabb, ő volt, aki az úgy mindig helyretette a kis agyamat, kisgyerekkoromtól, apám azt mindig csak olyan elnézegetett, röhögött, jókat, azt mindig azt mondtam, hogy rájössz fiam, ez így is lett különben. Aztán anyám egyszer, mondom 15-6-7-8, nem tudom mennyit, és koromban, már emlékszem, nem ma volt. Azt mondta nekem, hogy akkor üljük le beszélgetni, kicsi fiam. Sokadik ilyen eszmefuttatásom után, amikor elmondtam, hogy mit hogy kéne csinálni otthon, és a következőket mondta nekem az anyám, hogy ha én úgy gondolom, hogy nem felelnek meg ezek a feltételek, ezek a szabályok, amik itthon vannak, ahogy a mi kis családunk éri az életét, akkor semmi gond, szépen fogta, szó szerint megtette, kirakta oda, míg az akkor ezeket a fasza, biztos emlékeznek rá sokan, papír, béréses kis bőröndöket, 3 darabot,
pakoljam össze nyugodtan a cuccaimat, mindent, ami az enyém, nyugodtan, bátran, és menjek, ahova akarok. Ide, bármikor visszajöhetek, mindig fog kapni egy tányér kaját, és mindig kapok egy ágyat, ahova lefekhetek. De itt, ha én nem fogadom el ezeket a feltételeket, amit ő és az apám megszabtak, diktáltak, és nekem ellen kifogásaim vannak, és ezt ilyen formában, tehát főleg ez a baj, ilyen formában, ilyen stílusban próbálom érvényre juttatni, ahogy tettem, akkor nekem nem kell ott lakni. Hát ledöbbentem egy pillanat, amikor nézegettem a bőröndöket, most persze, én is elmehettem volna ide-oda-amoda, de nem ez volt a fő ok, hogy most hirtelen beszartam, hanem az, hogy elkezdtem gondolkodni, tudjátok, gyerekek, és rájöttem, mivel akkor se tartottam magam annyira nagyon-nagyon hülye gyereknek, és azért gondolkodtam egy picikét, hogy kurvára igazuk van. Itt igaza van anyámnak, egyelőre én lakom ott, nem ő nálam, egyelőre fölneveltek tisztességgel, becsülettel, egyelőre az ő tányérjukból zabálok, egyelőre ők fizetik utána az összes költséget, ami egy lakhatáshoz kell, stb. Sorolhatnám. Tehát magyarul ki van nyalva a picsám. Ilyen egyszerű. Ami pénzt keresek, annak a nagy részét magamra költöttem, nem kértek tőlem semmit, és úgy éltem akkor, mint Marci hevesen, tehát bármit, idézőjelben bármit, az akkori körülmények között megengedettem magamnak. De innentől kezdve nem tudom, mi a tökömet jár az én pofám. Ez volt akkor. Most azt látom, hogy ugyanez a ifjúi lobogás, észosztás megvan a fiatalokban, ami nem baj, mert ez a kor ezzel jár, ezt tudomásul kell venni, pecseg a vér, tombolnak a hormonok, mindenki kibaszott okos, tudja, mit kell csinálni. Csak azt látom, hogy olyan szinten van az egész társadalom eldeformálódva, és nem csak az, hogy most általában mindig azt szokták mondani, hogy mert a szülő, nem csak a szülővel, mint baj. Én azt látom, meg azt gondolom, hogy egy szülő bármit megtehet a gyerekkel, bármilyen szigorúan foghatja, bármilyen észszerűen próbálhatja nevelni, ha belekerül egy olyan közegbe, az legyen akár az iskola, akár egy haveri kör, egy társaság, ahol ott fölvesz egy bizonyos szokást, egy oda szocializálódik magyarul, mintha nem magyarul, és akkor tök mindegy, hogy nevelték azt a gyereket, ha nincs a megfelelő intelligencia, hogy ezt ő belássa, hogy hülyeséget fog tenni, vagy tesz, akkor meg lehet cseszni az egészet, igenis egy hülye gyerek lesz belőle. Most azt látom, hogy mivel ezek a dolgok nagyon-nagyon fel vannak erősödve, tehát marha erős a különböző társadalmi csoportok felüli befolyás, és egyre kevesebben állnak ellen a fiatalok ennek, ezért ezek a szülőkkel való hát konfliktusok sokkal-sokkal durvábbak. Én olyanokat hallok, mikor így fiatalok így otthon laknak, ugye eltartják őket, nem fizetnek semmiért, nem dolgoznak, szabályosan, mit tudom én, helyre rakják a szüleiket, hogy mit, hogy csináljanak. Ne szóljanak bele, hogy mit csinálnak, stb. És csak nézek. És a szülők, nem tudom miért, ezt hagyják. És akkor legrosszabb esetben azt mondják, hogy hát kisfiam, kislányom, ha gondod, akkor költözz el. Nem ez kellene, nem akarok én észosztani, persze nekem könnyű, mindig ezt mondják, de ki kéne tenni a bőröndöt, mint nekem. És tessék, nem opció, költözz el. Mutasd meg, gyermekem, hogy te mekkora király vagy. Szépen elviszed a 600 darab farmerodat, meg a 800 darab kis pulcsidat, a 900 darab cipőddel, mert ugye ezt mind mi vettünk neked, de vigyed már a tied, és akkor holnap kezd úgy, hogy akkor elmész a boltba, és veszel magadnak reggelit. Te veszel, nem én veszek, hanem te elmész, veszel magadnak reggelit, aztán szépen ebédet veszel magadnak, aztán hazajössz, vacsorát veszel magadnak, aztán szépen keresel egy mosógépet, veszel hozzá mosószert, stb. Kifizeted utána a fűtésedet, a melegvizedet, aztán meg lehet mutatni, hogy te mekkora király vagy. Aztán ezt te meg tudod mutatni, akkor felesleges hazajönni, mert te marha nagy penge vagy, és tudod az életedet vezetni. Ha meg ez nem megy, miért menne, mitől menne, mert ugye nem dolgozó, nem csinálsz semmit, csak éled a kis életedet az én pénzemen, akkor annyit tudok mondani, hogy lehet, hogy ez kicsit szélsőséges reakció a részemről, mert ugye megint könnyen beszélek, mert nekem nincsen gyerekem, lehet, sőt biztos, hogy így van, viszont ez a véleményem. És magam példájáról lett ez a véleményem, tehát mondom, ezt én is átéltem hasonlóan, és el nem tudom képzelni, hogy gyerekek, mert hiába vagytok ti 15-16 évesek, vagy akár 20 évesek, egyelőre még, amíg otthon zabátok,
akkor gyerekek vagytok, ha tetszik, ha nem. Tehát egyre, míg te nem teremted meg azt a feltételt, hogy saját magadat eltartsad. Tudod, mit jelent az? Előbb már kifejtettem. Tehát a kis lakásodat, a rezsidet te fizeted, mellette te rakodod a kajádat az asztalra, addig szépen csendbe kell maradni, és minden nap marhára megköszönni a szüleidnek ezt, hogy ellátnak téged. És akkor az alapproblémához, hogy rendezzük a kapcsolatainkat a szüleinkkel, mert általában ugye ezekből a dolgokból jönnek elő a balhék, és ezáltal jönnek a veszekedések. Én azt mondom, kedves fiatal barátaim, hogy az arcból lejjebb kellene venni. Nehezen tudom elképzelni, hogy hirtelen egy 50-60 éves apukának, anyukának elmennek otthonról, és azonnal mit tudom én, olyan dolgokat fog követni a gyerekétől, amit addig nem. Biztos van ilyen is, de nagyon-nagyon pici százalékban. Általában itt a fiatal hölgyek, urak meghűlnek, és ebből szokott lenni a konfliktus, és jön ez a dolog, hogy akkor most én nem beszélek apuval, anyuval. És akkor lehet mondjam ebből a konzekvenciát, hogyha nem beszélek apuval, anyuval, ezt már sok fiatalnak elmondtam, hogy sajnos ebben is magam példájából tudok indulni, lenne és lesz majd olyan időszak az életedben, mikor szívesen beszélnél vele, de nem tudsz, mert már nincs. Erről csináltam már videót, nem szeretnék itt megint érzékeny, meg érzelmi húrokat pengetni, de gondoljátok el ezt, gyerekek. Tudom, ez nehéz dolog így, mert az ember egyszerűen úgy védekezik a szervezetre, a pszichéje, hogy nem vesz erről tudomást, hogy megvan apu, anyu, akkor nincsen semmi gond, de higgyétek el, sajnos, teljen addig el még nagyon sok idő, de nem lesz. És akkor minden egyes rosszabb adat, minden egyes szemétkedésedet, beszólásodat meg fogod bánni. Ez tudja, hogy így lesz. Úgyhogy én azt javaslom, hogy inkább előzzük meg ezt azzal, hogy próbáltok egy normális kapcsolatot kialakítani a szüleitekkel, és mielőtt visszaszólsz bármit, ez is egy jó taktika, ez is magamon vettem észre, csak nekem ez hosszabb idő kellett, próbáltok elszámolni egy 3-ig legalább. Nem hülyeség ez, hogy számolj el 5-10-ig, legalább egy 3-ig számolj el, és gondolkozza el, hogy az ember, aki nálad mondjuk 30-40 évvel idősebb, az nem azért mondja neked, mert téged szivatni akar, hanem lehet, hogy ezeket a dolgokat már ő egyszer átélte. És lehet, hogy neked segíteni akar ezzel, hogy elmondja, hogy gyerekem, ne így csináld, mert erre rá fogsz baszni. Nem feltétlenül az a cél, hogy téged szivatgasson, hanem az, hogy lehet, te ne essék bele ugyanabba a vödörbe, vagy ugyanabba a kurban, amiben ő egyszer beleesett. És igazából nem is értem a fiatalokat, hogy miért gondolják azt, hogy a szüleik alapvetően szart akarnának nekik, mikor ugye egy szülő-gyerek viszony nem ezt feltételez. Lezárva az egészet, én tudom, hogy vannak kivételek, vannak olyan szülők, olyan családok is, ahol az idősekkel is vannak problémák, de a nagy általánosságot elmondva nekem ez a véleményem, hogy igenis picit több alázattal kéne nekiállni a szüleinknek, és akkor szerintem marhán normális kapcsolat alakulhat ki, ami megelőlegez egy olyan dolgot, hogy amikor már egyszer elmennek a szüleitek, akkor nyugodt lelkiismerettel tudtok a tükörbe belenézni. Hát köszönöm szépen a figyelmet, sziasztok!